A Kisalföld termékeny síkság. Ideális élettér már évezredek óta, amikor még e tájat a Római Birodalom provinciájának, Pannóniának hívták. Délkelet felé haladva a táj egyszeriben felborzolódik. Ez a Bakony. A Dunántúl kellős közepén elterülő Bakony Magyarország legnagyobb középhegysége. Madártávlatból nézve egy szelíd hegyvidéknek tűnik, de a látszat csal. A karsthegység szelíd vonulatai között szűk és alig járható szurtokvölgyek húzódnak meg. A víz kitartó, szívós munkával mindenhol átformálta a felszínt, a kemény mészkövön lágy formákat hozott létre. Barlangokban vándorol, majd a forrásnál szökik a napfényre, mint egy nyughatatlan patak. Elbűvölően gyönyörű táj ez. A szurdokok mélyén a mohos sziklatömbök, mesebeli óriások itt feledett ülőkéi is lehetnének. Szürke mészkőszirtek a lombok között törnek a fény felé. A bakonyi rengeteg megőrizte a mérsékeltövi őserdő gazdag állat- és növényvilágát. Menedéket nyújtott az itt élő embereknek évezredek óta, a kisfalvak tatárok, majd törökök elől menekülő lakosságának, vagy a törvényen kívüli betyároknak a 19. században. A harmadik évezred küszöbén a természetkedvelők modern nomádjait is elbűvöli a Bakony ősi világa. A Bakony sziklájén. Hegymászás mindenkinek! A táj minden évszakban más és más arcát mutatja. De mi lehetne legközelebb a szívünkhöz, mint a tavasz, a friss zöldben kisarjadó erdő, a napfény egyre növekvő hatalma? A vadon élő állatok élete a fény napszakos és évszakos változásához kötődik szorosan. Tavasszal felpesdül az élet. Évente sok százezeren látogatnak a magas Bakony vidékére. Ám a klasszikus túrák mellett egy keményebb sportág hódolóinak is születnek itt új kihívások. ...2015 tavaszán a Csesznek környékén elkezdődött egy Magyarországon egyedülálló fejlesztés. Turisztikai projektnek is mondhatnánk, de ez nem a szokásos bakancsos turizmus, hanem inkább az alpinizmus világa, a középhegységek lágyabb vidékére megszelidítve. A Csesznek környéki szurdokvölgyek meredek szikláin mászóutak sokaságát építette ki egy lelkes és hozzáértő csapat. A sziklamászás fél évszázados hagyomány itt. Pétervári Gábor és Karlovics Kristóf nem először látogatja a Cseszneki vár alatti meredek mészkőfalakat. 50 évvel ezelőtt elsők közt voltak, akik Pannonhalmi Bencés diákokként felmásztak a kőmosó szurdok feletti sziklákon. Csapatukat a tornatanár Tálos Zoltán vezette, aki tartalmas útravalót, egy életformát adott a diákjainak. Ő tanította meg a fiatalokat a sziklamászás fortéjaira. Akkoriban persze még nem léteztek a biztonságos, kiépített, úgynevezett vasaltutak itt. Megérkeztünk egy sziszálkötéllel, akkor még nem létezett egy anyagkötél. Volt neki három ilyen ovális acélkarabinere, meg egy-két ilyen szög, és egy rendes kalapács. És hoztunk három rókafal fűrészt. És nekiálltunk itt a Cseszneki falat kibontani, a dzsungelből. Semmi nem látszott, így van. Mint egy őserdő olyan így volt. Itt van előttünk ez az út, amit most emléktábla is hirdet.
ez volt az az út, ahol életemben először sziklát mászottam, mint olyat. Felszabadító érzés volt, megmondom neked miért. Mert a családi környezet, a szerzetes rend, az iskola, aztán később a munkahelyek. Állandóan mindig kötelező. Ki jön ide a szabadba? Önként, mert nem volt kötelező. És átérni a szabadságnak azt a formáját, amit a tálos nekünk megtanított, tálos Zoltán a tovább. Hogy igen kis pajtás, persze, itt most szabad vagy, de ennek a világnak is törvényszerűségei van, amit fel kell vállalni. Nem tehetsz meg akármit, nem mehetsz fejjel a sziklán. Meg kell tanulnod a felszerelést használni, meg kell tanulnod mászni, hogy egyszerre csak mindig egy végtagod mozogjon. Aztán mikor ez már megy, utána meg kell tanulnod, hogy kivel menj, hova menj, és mikor menj. És még valami, hogy nagyon megtanított, hogy tudjatok időben visszafordulni. Ez az egész életemben végkísért. Ez az élmény, hogy a szabadság akkor igazi szabadság, hanem szabadosság, hanem finom gyeplővel folyton egyensúlyozni tudok, hogy mi mehet még, mi nem. Gábor és Kristóf egy életre szóló szenvedélyt kaptak a mesterüktől. 5 évtizede járják a Tátra és az Alpok hegyi világát. Komoly szerepet játszottak a modern magyar hegymászás és hegyi kerékpározás nagykorúvá válásának történetében. Kőhajtásnyira van a falu szélső házaitól egy különös és zárkózott szépség, a szűk és árnyas kőmosószurdok. A patak vízeséseket alkotva kanyarog a simára csiszolt mészkősziklák között. Csendesen csobog a köveken, álmodozva vándorol, mintha sose szeretné elhagyni ezt a védett szurdokot. A borostyánokkal borított sziklafalak között a legmelegebb nyári kánikulában is kellemesen hűvös van. A kezeden felviszed a karabinet, és amikor akasztani kell... Az elmúlt években biztonságos vasaltutak, olasz nevükön Via Ferráták születtek a kőmosószurdok szikláin. Ez a hegymászás mindenki számára elérhető műfaja az Alpok országaiban. A jól megépített bakonyi mászóútvonalak rövid idő alatt meglepő népszerűségre tettek szert a hazai Via Ferrátázók körében. Évente sok ezren járják végig ezeket, a turizmus új, sportosabb formáját kipróbálva. Az útvonalakat a Tatabányai Alpin Sportklub hegymászói álmodták meg e sziklák közé. 2015-ben a munka tovább folytatódott. Európai Uniós pályázati forrásokat elnyerve újabb és újabb vasaltutak épültek a szurdok völgyekben. Jelenleg több mint 1 kilométernyi út kanyarog a kőmosószurdok és a Cuha-patak völgyének meredek sziklafalain. Nekem nagyon tetszik. Én egyébként is szeretem a természetet, úgyhogy így meg sokkal jobban testközelből érzi az ember, hogy miből vannak a dombok, a hegyek, hol a fák gyökerei merre kúsznak, miben lehet kapaszkodni, jobban megismerjük, hogy mi biztonságos és mi nem az. A 16 mm-es acélsodronnyal biztosított mászóutakat gondosan és nagy teherbíró képességgel építették meg. A mászás a vasalt utakon a beépített biztosító eszközök mentén történik. Ez a sziklamászás legegyszerűbb, legbiztonságosabb válfaja. Nem csoda, hogy az alpesi országokban annyira kedveltek. A bakonyi vasaltutak minden összehasonlításban állják a versenyt az Alpok híres Via Ferrátáival. Kovács Tamás, a Tatabányai Alpin Sportklub vezetője álmodta meg elsőként, hogy a nagyobb dunántúli sziklák alkalmasak Via Ferráták kialakítására. Ez igazán úttörő gondolatnak bizonyult. Tamás öccsével, Attilával lelkesen látott neki a kihívásnak. Amikor felmerült bennem az ötlete, hogy legyenek itt ilyen vasaltutak, eleinte nekem is fura volt ez az egész dolog. Tehát, hogy egy picit én is úgy éreztem, hogy ezzel megerőszakoljuk a természetet, hogy egy kicsit alacsonyabb szintre hozzuk a mászást, de miután megépültek az utak, itt körülbelül 10-szer annyi ember jelent meg, mint amennyire én számítottam. Kristóf és Gábor az egyik vasaltúton
Az ostromlók útján éppen kiér a lombok árnyas fedezékéből a meredek sziklafalra. Lenyűgöző a látvány a lábuk alatt. A kőmosó szurdok szűk és vad őserdőként tárul eléjük. Az öreg fiúk lazán másznak a rögzített köteleken, egy hosszú és kalandos hegymászó élet, sok száz csúcsának emlékét hordozva izmaikban. Most már ugye, hogy 70 fölött vagyunk, igazából a hegymászás számomra is már évek óta a Via Ferrata, és borzasztó boldogság volt, hogy itt eszébe jutott néhány magyar srácnak, hogy Magyarországon is lehetne. Először nagy viták voltak, röpködtek az anyázások a Facebookon és egyebütt, de hát ami most már itt van, amit most csináltunk, meg ami Tatabányán is van, fantasztikus, biztonságos, nagyon profi meg van csinálva. Ahogy mondani szokás, az öreg hegymászó a jó hegymászó. Az ostromlók útja a Via Ferrata nehézségi skálán a C fokozatba tartozik, tehát a közepesen nehéz kategóriába. De ez nem jelent túl nagy kihívást a két örök ifjú hegymászónak. Az útvonal végén a sziklafal tetején éppen a vár falai alá érkeznek. Ez az egyik legszebb vár hazánkban. Története viharos és bonyodalmas, mint az egész magyar történelem. A várat a tatárjárás utáni nagy várépítési időszakban emelték. Zsigmond király idejében a garai főnemesi család birtokába került. A török időkben végvárként állt ellen az oszmán hódításnak, több alkalommal ostromolták sikertelenül. Később az Eszterházi család barokk kastélyá alakítatta. A 18. század végére jelentősége csökkenni kezdett. Miután elhagyták a várat, földrengés pusztította, majd tűzvésztombolt az ódon falak között, amelyek lassan megadták magukat az enyészetnek. Az 1970-es években a turizmus fellendülésével új szerepet kapott az ősírom. A máig tartó rekonstrukció akkor kezdődött el. A Cseszneki vár a Dunántúl egyik legkedveltebb turista csalogató helyévé vált. Évente több mint 30 ezer látogató bolyong a régi kövek között és csodálja, ahogy kitárul a vadregényes Bakonyi táj egy-egy szelete a várfalak fokhéjai között. A vár körüli táj minden napszakban és évszakban más ruhát ölt magára. Hideg és ködös időben északias borongás üli meg a tájat. A mászók ilyen időben is elszántan ostromolják a vizes és veszélyesen csúszóssá vált sziklafalakat. A dombok felett akadálytalanul uralkodik a rossz idő. A sűrű lombkorona alatt viszont csendes és védett az erdő mélye. Nagy vízcseppek hullanak a falevelekről a mohos sziklákra és a csendesen morajló patakok hullámaira. Ilyenkor persze kevés turista bolyong a vén bükkök között, ahol lassan, meditatívan múlik az idő. A Csesznek környékének sziklájén a vasalt utak mellett 250 speciális, a sziklamászóknak készített útvonal is található. A 2015 tavaszán indult projekt keretében több mint 100 sziklamászó út létesült. Zoltai György kitűnő sziklamászó. A mászható utak mentén erős nitteket helyez el a sziklába. Ezek a biztosító szegek teszik lehetővé, hogy a sziklamászás viszonylag biztonságos legyen. Persze a személyes tudást és a gyakorlatot nem helyettesíthetik a sziklába furt biztosító szegek. Babcsán Gábor oktató
4 évtizede van a magyar hegymászás élvonalában. Bár a világ sok magas hegységét megjárta, kedvencei maradtak a kicsi, romantikus bakonyi sziklák. A hegymászás nem csak egy fizikai sport, hanem egy életforma, amelyhez még sok minden hozzátartozik. Például egy könyv, egy sziklamászó kalauz elkészítése. A gondos rajzokon szerepelnek a mászóútvonalak. Ezek információt adnak az ide látogató sziklamászóknak az utak nehézségéről és jellegéről. Az egész Bakony olyan rejtelmes hegység, tele van ilyen szurdofölgyekkel, de ha az ember ránéz, akkor tulajdonképpen egy unalmas, lapos hegységnek tűnik, de igazán az egész terület tele van nagyon mély, vadregényes szurdokokkal, és olyan, mint egy labirintus egyébként, lassan nyílik ki. És ahogy évek alatt jártunk ide, utakat másztunk, akkor rájöttünk, hogy itt rengeteg a szikla, és szebbnél szebb sziklák vannak, fantasztikus lehetőségek vannak, és hát eltelt közel egy évtized, és ott tartunk, hogy közel 200 darab mászóutat nyitottunk ezen a környéken, tulajdonképpen néhány négyzetkilométeres körzetben. Gábor a Fekete Mamba nevű úton mászik fel. Ez egy 8-as nehézségű új repedés, ahol nincsenek a klasszikus értelemben vett fogások vagy lépések. Ez egy függőleges tánc, ahol a bonyolult koreográfiát a szikla alakzatok sugallják. A sziklamászás harmónia a belső képességek és a kemény realitások között. A feljutáshoz az új perceket pontosan kell beszorítani a sziklarepedésbe. Bizonytalan érzés az egész, és elég fájdalmas is. A legizgalmasabb, ha új úton mászunk fel. Ez egy igazi alkotás, ami igénybe veszi a testünk mellett kreativitásunkat is. De akárhogy is az ember elmegy, mit tudom, akár öregen is, most már közel járok ehhez, egy mászót alatt, amit ő nyitott, akkor azt mégis felnéz rá, és akkor azt tudja mondani, hogy mégis ezen a helyen ő mászott fel először, ez az övé egyébként, ez egy kicsi pici szelet a világból. Ez mindenképpen valamiféle iciri-piciri halhatatlanság. A mászáshoz nem csak fizikai erő kell, hanem ügyesség is. Nem csoda, hogy a szebbik nem képviselői is hatékonyan mozognak a sziklafalakon, ahogy Kandrács Ildikó és Bazsó Lívia a 7. fokozatban, ami már elég nehéznek számít. Nagy kihívás, ha valaki a hegymászást választja életcéljának. Fucskó László Nagyváradon született, és 19 évesen hagyta el Romániát, hogy álmának, az alpinizmusnak szentelhesse életét. Laci 1992-ben lett Franciaországban hegyi vezető. Magyar barátai hívták ide, hogy részt vegyen a bakonyi mászóhelyek kiépítésében. Így jelenik meg a betyárok egykori búvóhelyein a modern francia hegymászó oktatás. Ez a bakonyi rész, amit kiépítettünk, azért ez egy nagyon fontos része lett szerintem a magyar sziklamászásnak. Hogyha hozzátesszük a Via Ferratát létezését, akkor pedig úgy, amennyire én tudom, egyedi tulajdonképpen az egész országban. Úgyhogy szerintem egy nagyon fontos szerepet fog kapni úgy a kezdőmászoknak, úgy a viaferátásoknak és a jobb mászoknak is. Az első lépések a sziklák függőleges világában örökre emlékezetesek maradnak a kezdőmászók számára. A sziklamászás, a hegymászás talán legfontosabb ága. Ez egy sokoldalú természeti sport, amely, valljuk be, korántsem veszélytelen mulatság. Szabályait alaposan el kell sajátítani. A szerelésben az egyik legfontosabb eszköz a mászásban az a kötél. Az ilyen sportmászó helyeken, mint itt a Cuha völgyében, leginkább egy szál kötéllel mászunk. Ezek tulajdonképpen egész kötelek, legalább 9 mm vastag, és lehet 50, 60, 70, 80 méter hosszú is. Egy speciális csomóval rögzítjük a beülőre. Csinálunk egy szép 8-ast. Látjátok? A csomókban a legfontosabb, hogy észbe tartsátok a csomónak a végformáját, hogy néz ki, mikor kész van.
ezt nagyon meg kell jegyezni, mert csak onnan tudod, hogy jól csináltad meg, vagy nem. A mászás társas sport, ahol a kötéltársak egymás életéért felelnek. A teljesen kezdőknek az alapoktól kell felépíteni a biztonságos mászás elsajátítását. Laci évtizedek óta oktat. Ugyan ő maga nagyon magas szinten mászik, de a kezdőknek mindig a mászás kőkemény egyszer-egyével kezdi az oktatást. Ez nem is lehet másként, hiszen egy 20 méteres szikla ugyanolyan veszélyes, mint a magas csúcsok, ha a felkészülésünk és a tudásunk hiányos. Az egy stand pont, tehát beakasztatod, ha úgy érzed. A Cuha völgyének tagolt, jófogású sziklái nagyon alkalmasak hegymászó tanfolyamok számára. Csak hosszú évek alatt lehet elsajátítani a sziklafalakon a helyes biztosítás technika minden csínyát, bínyát. Ám van a sziklamászásnak egy sokkal egyszerűbb formája, amely viszonylag veszélytelen, mert kötélre sincs szükségünk. Ez az úgynevezett buldermászás, amely alacsony sziklatömbökön vagy a falak aljában végezhető. Ez a legegyszerűbb sziklamászásnak tűnik, ám igazából a legsportosabb. Csupán néhány méterről van szó, viszont óriási erő, ügyesség és összpontosítás sűrűsödik ebbe a néhány mozdulatba. A veszprémi fiatalok, Ág István és Izer Bálint igazi élsportolók ebben a műfajban. A buldermászás játékos és kőkemény mozgás. Aprócska köveken képtelenül nehéz sprint, amely ezen a színvonalon szinte mindennapi edzéseket követel. A sziklákat rejtegető szelíd középhegységi táj persze nem csak az élsportolóknak jelent élményt. A Bakony a hazai turizmus egyik hagyományos központja. Gyalogszerrel, lóháton és két keréken is teljesen kiélvezhetjük a vidék csendes csodáit. A lankás hegyek, a hívogató völgyek lassú ritmusában utazik-e tájon fiatal és öreg szárazföldi vándor. A szikla mozdulatlan, megingathatatlan közeg. De a kőmosó szurdok meglepően más kihívást is tartogat. A slackline megszállottai a levegő akrobatái. Alattad a mélység, feletted a magasság. A realitással csupán egy 5 cm széles heveder köt össze, amely minden bizonytalan mozdulatot kegyetlenül megsokszoroz. Kerekes Bence egy szinte reménytelen kihívással próbálkozik. Átjutni a kőmosó szurdokon a fák lombja felett. Ez sokkal nagyobb távolság, mint éppen az ő általa jegyzett magyar rekord. Elszánt ostrom ez a javából. Csesznek ősi várfalain egy fakarddal. A kőmosó szurdokban a Via Ferrata, a sziklamászás és a slackline megszállottait fogva tartja a mélység mámora. A falu mindennapi mámora viszont kora ősszel érik be a föld barna göröngyei felett. A szőlő mézédes fürtjei őrzik a napfényt, amely egész évben éltette e tájat. A szüreti mulatság a kicsiny, közel 600 lélekszámú faluban az esztendő egyik leginkább várt ünnepe. A zárkózott bakonyi falu ilyenkor kitárul. Az emberek szigorú ráncai kissé megenyhülnek egy hosszú és felejthetetlen napra. Bor, mámor és egy csipetnyi bakonyi Provence. Csesznek utcáin elül a por, amelyet felkavartak a lovaskocsik vaspántos kerekei.
de a Bakony fogságában rekedt alpinisták nem lankadnak. Kovács Tamás irányításával elkészült a Nagy Ferráta, a Bucsek Henrik emlékút, egy nagy hegymászónk emlékének szentelve. A Ferráta 300 méter hosszú, és a Cuha patak habjaitól indulva kalandosan vezet fel a hegygerincre. A vadonatúj vasaltúton egy sokat megélt alpinista, Szendrős Szabolcs mászik. Közel 4 évtizede járja sikeresen a hegyeket, és egy 8000-es csúcs tetejéről is szerte nézett már, pedig egy fiatalkori balesete óta bal lábszárán protézist visel. Ki gondolná, hogy mindez lehetséges? A látszatcsal, ahogy a Bakony szelíd hegyei között is igazi alpin csodák bújnak meg kicsiben. A mászás az maga egy életforma, egyrészt a szabadság, az jó érzés, hogy az ember birkózik a hegyekkel. Valódi mászó élményt szereztem itt Cseszteken, azután, hogy az Alpok és a Tátra meg annyi csúcsán voltam. Az út tetejéről gyönyörű kilátást tárul elénk. Az ősz kavargó színeiben pompázik az erdő. Elvarázsol mindez. Ez az ősi és mégis nagyon valóságos hegyvidék. Ez a mi Bakonyunk.